Hazaköltözött Izlandról Csollány Szilveszter. Olimpiai bajnok tornászunk két év távolét után tér vissza családjával Magyarországra. Az izlandi élményekről, az itthoni tervekről most vele beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szia Silas. Úgy megörültem neked, hogy láttalak. <laughs> uh, hát nem tudom, nem is emlegetem a napot, hogy mióta is egymást, hogy hány világversenyen tornáztunk együtt, de azért jóval tovább, és hát nyilván százszorosan eredményesebben. De már ez nagyon messzinek tűnik, nem? Mennyire tűnik messzire a te néhány aktív. Ez már nem is gondolkodok, már gondolom őszintén. tehát... teljesen, a lapi, teljesen civil vagy is. ilyen szempontból. Hmm. Én úgy tartom, Tehát hogy például én a én. közelmúltban, Antwerpenben lezelőtt világbajnokság eredményeiről tudsz, vagy figyelted, vagy egyáltalán érdekel, hogy mi történt ott. Hát, ha tudja. Legyél <laughs> őszintén! Megmondom őszintén, abszolút nem. Tehát abszolút nem. Uh -huh. Abszolút nem. Más gondjaim voltak. Persze, mert. azt megértem, és, és nyilván persze ez is az oka annak, hogy tulajdonképpen keresed a helyet, ha szabad így fogalmazni, hol az otthonod és Budapest között, hol Izland és Budapest között, hogy valahol csak valami fajta megoldás legyen. Egyébként, hogyha, hogyha lenne közöd a magyar tornához, akkor azért gondolod, hogy ki tudna hozni jó értelemben, véve persze a az, hogy torna VB és hogy szerepelnek a miénk és hol egy tart ma a világ tornája? Figyelj, az, az igazság, hogy izlandon tornával foglalkoztam, tornaedző voltam, uh -huh. és hát az ottani viszonyokat, az ottani rendszert azt százszázalékosan tudtam is uh -huh. ismertem, és nagyon jó munkát folytattunk együtt Kisgábor kollégámmal, tehát a tornában ugy, ugyanúgy benne voltam, mint, uh -huh. mint uh, annó. Tehát most az, hogy milyen szinten, az, az egy másik dolog. Hát ha most, mire... ké, most be, bele kéne mennem ugye át a hazai viszonyokban, nem menne semmi gond, hát... Világos. Tehát tulajdonképpen nem, hogy mondjam, nem szakad meg az aktív tornával a kapcsolatod. De csak csak oly módon... Csak más szinten csak más szinten, hát ugye valahol mindenki elkezdi, sőt ugye például a, a magyar úszásoktatásban és ezért általában az az elv működik, és ez Széchenyi Tamás óta így igaz, hogy a legkisebbek mellé a legfelkészültebb edzőket rendelik, mert azt mondják, hogy ott a indul az legkébben. alap, tehát ott, ha nincs hát ott igen, kiváló szakember, igaz, akkor így, akkor onnantól nincs mire építkezni, nincsenek alapok, ilyen és szemben. Ez, ez abszolút nem is volt gond, tehát uh, én úgy gondolom, hogy izonyos olyan munkát végeztem, ami, ami kiváló munka volt, uh -huh. tehát uh, kezem között azért volt egy-két olyan kislány fiú, aki, aki kimondottan jó volt, tehát. Uh -huh. És adtam tovább ugye a következő. De nem fognak -e ők ott téged most hiányolni? Vagy sírtak. 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 Az edzők nem sírtak, de J mondták hát, hogy... Uh -huh. Ez csak azért maradján. kérdezem, ez csak azért kérdezem, mert, mert ugye mondjuk nyilván Izlandon is tudják, a te sportmúltatat, mert hát hogy ne tudnák, Persze, hát... de, hogy, de hogy, hogyha ott egy ilyen közegben uh, ki tud derülni a te varázsod, a te gyerekekkel való kapcsolati erőd, a, mindaz, amit, amit a tornából hozol és amit át tudsz adni, ennek vajon itt Magyarországon erre miért nincs kereslet? A kérdés nem nekem kell feltenni. Jó, csak úgy, hogy úgy, 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 úgy mondjam, De hát azért az... csak így a levegőben, úgy a levegővel, teoretikusan próbáltam ezt Ugye azért a hosszú évek alatt azért rá, rádöbbentem, hogy miért értek és mit szeretek csinálni. Tehát a tornasport az olyan, hogy ez az egy állam nekem, tehát. Mm. Hogyha az ember lát egy, egy tehetséges kislány kis lenkis, kis jut, Elindul elindul a, a fantáziád? Hát persze, abszolút, Aha. ez volt iz, Izlandon is, tehát nem mm. volt ezzel gond. A másik része, ez a, ez a fitness világ, ez nekem mindig a jó kis kiegészítő volt, volt voltak ugye magán embereim, tehát esténként 8 órakor jött mm. be a szülő, és ugye dolgoztunk együtt, ami nagyon jó volt, nekem is és a, a szülőnek is, tehát ezzel sincsen gond, tehát... De most, most kifejezetten csak a fitness világa az, amiben dolgozni fogsz, ugye? Hát, tulajdonképpen tudom. igen, igen, igen. Uh -huh. A torna része az, az most hát nem megoldható számomra. A, a megoldható az azért, mert mert egyenlőre nincs felkérés, nincs hol, nincs kivel, e... vagy, pedig, vagy pedig ennek fizikai... Az, az, igazság, is az igazság, hogy nekem volt elképzelésem annó, hogy mit, hogyan szeretnék csinálni a tornasporton belül, nem Budapesten, hanem Sopronban. Annól elkezdtem ugye egy tornaiskolát, és próbáltam felépíteni magát a bázist, a, a, tömegsport részét, mert azért rádöbbentem én külföldön annó, hogy hát azért nem úgy működik a világ, hogy csak és sport, mert mm. akkor nem lehet megélni egy klub szempontjából. Tehát magát a tömeget kell bevonzni a terembe és utána a tömegből az egy-két ember, aki, aki esetleg. A világon a ez mindenhol így megy, szűrőkön keresztül kivéve. maradnak fenn a tehetségek. Ezt nem én találtam ki, tehát ez, 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 ez nem ez olyan dolog, hogy én mondtam meg a putitkát, Én mondtam, hogy ezt így kéne csinálni, én, én voltam az utolsó hülye, mondták, hogy ez nem így, mert jó, hát elnézést. Ugye most lehet hallani, azt, azt tudjuk, és itt ennek a műsornak a keretei között nagyon sok sportvezetővel, szövetségkapitányjal találkozom, és ugye beszélgetünk arról, és sokan elismerik klubelnökök is, hogy soha ennyi pénz nem volt a magyar sportban, mint amelyet most a jelenlegi kormányzat szándéka szerint, szerint vagy, vagy hát igen, úgy Tehát úgy nem mozdult ennyi, hogy aztán most ez széltérte, ez megint kérdés, mert volt persze itt olyan sportklub sportklubelnök, vagy, vagy egy egyesületi vezetőképpen azt mondta, hogy jelenleg pont a műhelyekhez még nem jut el, ez, az egyébként nagynak látszó összeg. De minden esetre látható, hogy ugye edzőképző programok, szövetségkapitányokat, kapitányokat, vagy kiemelt edzőket célzó programok vannak, sőt, ugye olyanról is lehet hallani, ami a kifejezetten azt célozza, hogy külföldön élő dolgozó magyar edzők jöjjenek haza. Szerinted, vagy egyáltalán fölvetődhet például az, hogy mondjuk ebben a körben egy olimpiai világ és Európa bajnokat is visszaszippantsunk a magyar tornába? Valakinek ez vajon megfordul a fejébe? Nem tudom, Ö, hogy is mondjam, ezért én beszélgettem a, a magyar edzőkkel, és ezt most megmondom, hogy nem tudom elképzelni, hogy valamelyik haza jönne. Tehát ezt, ezt tapasztaltam. Egyszerűen, egyszerűen miért? Tehát vegyük Azért, az okokat. Mert anyagi, anyagi okokból. Egyrészt anyagi okokból, másrészt pedig fölépítettek egy rendszert ott kint, megvan a saját kis nyugalmas munkájuk. Tehát egyszerűen nem, nem fognak, Hagyják őket dolgozni? Hagyják őket dolgozni. Tehát a legtöbb esetben ők vagy vezető pozícióban vannak, mert szakmailag ugye nem, nem, rossz emberekről van szó, és tulajdonképpen működőképes maga a rendszer. Tehát, hmm. ö... kitermelhet -e az, az az edző kolónia ott kint, akár, hát ezt nem is mondom, hogy világsztárokat, de mondjuk mondjuk neves Tornászokat, vagy ez nem cél Izlandon? Elsődlegesen nem cél uh -huh. egy klub szempontjából, a tömeg a fontos, hogy megéljen maga a klub. De én úgy látom a, a kinti szakembereket, hogy mindenféleképpen céljuk az nekik, hogy hogy legyen sikeres izlandi versenyző, Most per pillanat a legsikeresebb izlandi tornász is magyar. <hállt> Igen. <hállt> hát, tulajdonképpen ő már kint született, de. de, de. De ott Jó, ott hát akkor úgy látom, hogy ez, ez, ez ott egy ilyen, ilyen nagyon nagyon össze, hogy nagyon szi, összefonódott közös, nagyon. Közös, közös jövőt jelent a két nemzet között. Amúgy meg megkérdeztél, hogy, hogy látom esetleg magam ebben Igen. a hazai világban, én azt mondom, hogyha, hogyha szükség van rám, és esetleg megkérdezi a kinti munkatársakat, hogy én milyen munkát végeztem, és hogy megbízhatnak-e bennem esetleg szakmailag, akkor, akkor akkor De vajon mondom, miért, miért kell ehhez mondjuk Izla, izlandon közvélemény kutatni? De, mert mert e mai korda, abba, hogy abban hogy Csorlány szilveszter milyen értéket képvisel? Ezt egyszerűen nem tudom felfogadni. Értéket az lehet, de mint, mint, mint szakember uh -huh. az én tudásom az, az, az milyen, mert ugye az egy dolog, hogy miattan bejön mondjuk száz ember a terembe, de abból a százból ugye százak kéne maradnia mondjuk a következő hónapban és, és mondjuk abban a százból legalább egy menjen el bizonyos szintig, tehát a magad részéről, jól tudom, hogy mondjam, papír szempontjából is képzed magad. Tehát nem csak a gyakorlati tapasztalatod áll rendelkezésre, hanem... Hát tulajdonképpen edzőképzésen vagyok, a TFM vagyok, sportmenedzseri szakon, tehát próbálkozom vissza, de annyi minden van, most ugye csak három hete vagyok Magyarországon, próbálom megtalálni a helyemet, ugye költözünk vissza a házunkba, meg kell szoktam azt, hogy ugye a gyerekért kell menni az iskolába, vinni, hegedülni, tehát azért van, van mit csinálni most. Bőségesen, ezt látom képzelni, de akkor a jól értem, és ezeket a fajta képzéseket is említve, akkor ez mindenképpen azt jelenti, hogy te hosszú távon a sportban képzeled el a helyedet. Tehát te biztos, hogy nem, nem fogsz, hát vagy lehet, is remélhetőleg újra sört csapolni, vagy bármi egyebet csinálni. Bár tudom, hogy az is kényszer volt. kényszer, mindenféleképpen. Nem vágyam, megmondom őszintén. A uh, sport persze, hát abban érzem magam jól, és ahhoz értek úgy, ahogy kell, bár a sört is nagyon csapoltam, szerintem. <gül> <gül> jó, jó, persze. Jó, jól, jól. Nyilván, ha valamit csinálsz, azt tudjuk, hogy maximálista hát, módon ez általában igaz. a lehető legjobban, de az itt lehet, hogy mondjuk a, a, korlát mellett jobb, nagyobb szükség lenne rád, vagy abban de egy kicsit jobban is. tudnál jeleskedni. Szerinted ennek, a, ennek az útnak a megkezdéséhez ez, ez, ez hogy indulna? Tehát ezt a párbeszédet kinek kéne kezdeményeznie? Most persze ez kicsit megint állnaív ez a kérdés, Mind, aki kicsit is tudja, újságot olvas, azt tudja, hogy három hete Magyarországon vagy, azt is tudja, hogy, hogy edzői tapasztalatokkal, nem akármilyenekkel, és a többi, és a többi. úgy sok minden változott azért az elmúlt két évben, bár Borka is volt már régebb ott a elnök, ha jól számolom, mint ami a te Izlanda mentél, Magyar Zoltán is régebb óta elnöke a tornaszövetségnek, tehát mondjuk két pozícióban két olyan volt tornász van, aki Hát nekem logikus lenne, hogy egy, egy harmadik után nyúl. Hát mind a kettő tudja jó, hogy itthon vagyok. Beszéltem is velük. Beszéltem velük? Persze nem arról, hogy esetleg lenne az én szerepem itthon, de... Nem volt ilyen, ilyen irányú, még csak, még csak hogy mondjam, szándékszerű Még kérdés sem? Még egyelőre nem. Hát gondolom, ennek is azért, azért tájékozódni kell, hogy ezek a pénzek mikor fognak jönni, hogyan fognak jönni hogyan lehet őket elküldeni, mi lesz a, a felépítése a rendszernek, de ami mi nem volt, hogy minden eszil hogyha hogy ha esetleg kialakul minden, akkor, akkor valamilyen szerepet szánnának neked, hát, ami igen, jó. Hát nem. akkor ezt remélem, hogy azért nem fogunk nagyon sokat várakozni a következő beszélgetésünkig, amikor esetleg valami ilyen téma is fel tud <laughs> verülni. Ezt részben egyébként üzenetnek is szántam a magam Mondjuk egy biztos, hogy nem szeretnél sopromból elmenni. Tehát, Értem, tehát ez ehhez akkor alkalmazkodnia kell annak, aki mondjuk téged a tornasportban akar tartani, vagy Igen, Hát ez egy hozni, vidéki Ami áll, egyébként teljesen logikus, hiszen pontosan Egyetlen. tudjuk jól, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy vidéken legyenek különféle bázisok, adott esetben olyan helyen is, ahol mondjuk nem biztos, hogy akkora a múltja volt a tornasportnak. De van. van. és van. aztán persze, is még egy aztán... volt, inkább úgy mondom. Így van, de hogy, hogy ebből olyan jelen és olyan jövő legyen, ehhez azért kellenek ott a szakemberek. Feleségednek volt inkább, amennyire tudom, honvágya, te maradtál volna, hogyha hát, másképp alakulnak figyelj, a dolog? Az érdekesség az, hogy én laktam Amerikába is, most ugye Izland, honvágya nekem is volt mindig is, tehát nekem is mindig hiányoztak barátok, család, házam, a, a, a hegy hegyvidék, de tudtam azt, hogy, hogy, hogy miért, miért vagyok kint. Na most ez valakiben jobban benne van, valakiben meg, meg nem, nem annyira. Értem, értem, tehát, tehát ezt, 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 a igen, soha nem ért ez egyéb érményék lett kérdése, hogy igen. igen. tudja Közösen ezt, döntöttünk, akárban. tehát ez nem az volt, hogy ő akart, én nem akartam, nekem muszáj volt. Na, hát ti egy család hát, ez, ez egy, egy család, egy döntés és akkor megoldjuk valahogy. Világos. Hát. Jó, hát én nem tudok más kívánni, mint hogy, mint, hogy minél előbb kerítsünk már sort arra a beszélgetésre, amikor a te magyar tornában elfoglalt helyedről fogunk <laughs> beszélgetni és egyébként vágám, home, Isten hozott itthon. Azért örülünk persze, hogy itt vagy. Reméljük, hogy hogy Köszön minden szépen. nagyobb hasznára tudsz lenni ennek a sportágnak, és ez a sportág is. Minél többet tud neked visszaadni abból, amit tőled kapott. Köszönöm Köszön. szépen.